Haraszty Zsófia vagyok, és édesapám Haraszty István, aki hát elismert Kossuth-díjas művész, és az ő árnyékában kezdtem el festegetni egy olyan 6 éve körülbelül, és kisebb-nagyobb kihagyásokkal azóta festegetek, amikor éppen tudok a gyerekektől. Most, hogy Kispesti Helikon Társaság tag lettem, ezt annak örömére rendezték ezt a kiállítást, és mivel erre a kiállításra új képekkel nem tudtam készülni, ezért a meglévő készletből gazdálkodtunk, hogy egymáshoz passzoljanak a képek leginkább. Tehát nem külön erre a kiállításra készültek a képek. Hát leginkább farostra szeretek dolgozni, tehát ilyen falapra, és vagy akrillal, vagy hát hangulattól függően, ha jó kedvem van, akkor akrillal szoktam festeni, mert azok élénkebb színek. Amikor meg olyan kevésbé jó kedvű vagyok, akkor olajpasztellel, mert azok olyan homályosabb képek, abból most itt nincsen kiállítva. Most nem készülnek, mert van egy kisebb gyerkőc, ő most 20 hónapos, és ő mellette képtelenség dolgozni, de hát remélem, hogy lesz még látható művem majd, azt én is szeretném tudni, hogy mikor és hol. Szeretettel köszöntök mindenkit a 23. tárlatunkon, ami abban a szempontból is rendkívül, nem csak azért, mert ő még mindig él és létezik ez a lehetőség Kispesten, hanem hogy a Helikon Kulturális Egyesület egyik legifjabb, legfrissebb tagját mutathatjuk be, akit talán nem is kell külön bemutatnom, mert azt tudom, hogy a művészek, politikusok, senki nem szereti azt, hogyha mondjuk az édesapjából kell valakit megismerni, de azt gondolom, hogy ebben az esetben külön is büszkék lehetünk arra, hogy Haraszty István gyermekéről beszélhetünk, aki most itt először mutatkozik be nálunk, bár ha jól tudom, már voltak Kispesten Zsófiának kiállításai. Köszönöm szépen, hogy ezeket az alkotásokat elhozta ide nekünk, és bízom benne, hogy ahogy már az előző tárlataikat, most is nagyon sokan fogják majd látni azok közül, akik ide jönnek a Városház elődjét intézni, még egy kicsit gyönyörködni a művészetemben. Hölgyeim és uraim, Haraszty művésznével, ha nem István az illető, kiállításon bemutatkozni egyszerűen nagyon könnyű és nagyon nehéz. És ha erre a kiállításra Kispesten kerül sor, akkor a bemutatkozás sokszorosan nagyon könnyű és sokszorosan nagyon nehéz. Könnyű, mert az öröklődő tehetség eleve garancia, és ha a haraszti génekből az utód csak parányit hordoz, már akkor is megkérdőjelezhetetlen a művészi minőség. És Kispesten könnyű azért is, mert itt mindenki ismeri a családot, amelynek tagjai évtizedek óta itt élnek, itt dolgoznak, és igazi lokálpatriótákként szoros szálakkal kötődnek Budapest világváros-e városrészéhez. És ugyanakkor haraszti gyermekként nagyon nehéz is művészként fellépni, mert önkéntelenül is mindenki az elődhöz méri. Hasonlítja teljesítményét, és azt várja, hogy túllépjen, túlszárnyaljon, ebben az esetben a gyermek az édesapa teljesítményén. De a helyzet, a viszony természetesen nem ilyen egyszerű, és előfordul, amikor ennek a versenyszellemnek, a túlszárnyalás szándéknak a nyomára sem bukkanhatunk. A magyar művészetben számos olyan egykori művészcsalád működéséről tudunk, amelyben a szülők művészi hivatását generációkon át továbbörökítik a gyermekek, gondoljunk csak a Ferenci familiára, és napjainkban is számos olyan művészcsalád tevékenykedik, amelynek fiatal tagja hivatásszerűen viszi tovább, folytatja, gyarapítja az idősebb családtagok örökségét. A Haraszty család esetében, illetve a szobrász édesapa festőleányának, Haraszty Zsófiának művészi tevékenysége vizsgálatakor azonban azt konstatálhatjuk, hogy sokkal inkább műkedvelő indítatásról, a festő hitvallása szerint mindegy önterapikus tevékenységről van szó, mintsem egy tudatosan vállalt, nagyszabású művészeti program megvalósításáról, világmegváltó művészeti célok beteljesítéséről. Haraszty Zsófia édesapja életművétől szinte teljesen függetlenítette magát, és a saját útját járja. Ez tanúsítja, hogy az alapvetően szobrász édesapa leánya a művészi önkifejezés terepéül a festészetet választotta, és a piktúrában is egy olyan stílust követ, olyan festői hangot szólaltat meg, amely meglehetősen távol van Haraszty István alkotói világától. Ha nagyon körültekintően minden részletet analizálva vizsgálódnánk, akkor persze találnánk párhuzamokat, bizonyos fokú megegyezéseket a szobrász édesapa és a festő leány törekvéseiben. Így például megállapíthatnánk, hogy mindkét művész alapvetően az elvonatkoztatások szférájában, az absztrakció birodalmában fogalmazza meg művészi mondatóját, és mindkét alkotó előszeretettel bontja meg a konvencionális formákat, keresi az új és új kifejezési lehetőségeket. Haraszty Zsófia, mint a korábban bemutatott kollekcióit szemlélve már felmérhettük, középméretű táblaképeket fest, amelyeknek hol a felületét bontja meg az anyaguk rétegzettséggel, hol a befoglaló formát, a megszokott szabályos négyzet vagy téglalap formátumot váltja fel, szabálytalan határvonalakkal keretelt képsíkkal. Gyakran kerülnek a farostra akrillal festett kompozíciókba különféle kiegészítő, képépítő elemek, applikációk. De a művek alaphangját mindig a geometrikus rend, a szabályos, vízszintes, függőleges, esetleg ferde, esetenként a kör motívummal jellemzett, de mindig határozott vonalakkal közrefogott színfoltok rendszere teremti meg, amely rendszerben aztán esetenként kisebb elmozdulások indukálnak zavart, amelyben kisebb-nagyobb szabálytalanságok jelennek meg. A színek, a színfoltok eme határozott rendszere, felépítettsége, a mezők esetenkénti elmozdulása természetesen optikai hatásokat is élez, és a látszólag tiszta kompozíciók ezáltal látszószerű mozgásokkal, villózásokkal itatódnak át. Az erőteljes színekre, a szabályos és szabálytalan motívumokra alapozott kompozíciókat szemlélve teljes bizonyossággal megállapíthatjuk, hogy a művésznek nincs közvetlen reflexiója a valóságra. Kifejezései áttételesek, elvontak, az általánosságok, az arányok, az egyensúlyok szintjén fogalmazók. A munkák megszületését indukáló szándékok és törekvések közül rendkívül fontosnak ítélhetjük a dekorativitást, a visszafogott, a mértéktartó szépség igényével való festői kifejezés képpé formálását. Oly sok modern festő munkálkodása után és nyomán, és itt elsősorban Mondriára és Viktor Vasarellire hivatkozhatunk, Haraszty Zsófia képvilága és a hagyományos valóságábrázolás elvetését, a természet elől leképezéssel való szakítást reprezentálja. Festői eszközeit, a színeket, a foltokat, a színfoltokat övező körvonalakat, a kompozíciót öntörvényűen, a festői fantázia szabadsága által vezérelve, de festői birodalmában feszes rendet teremtve aknázza ki művein. E geometrikus foltrendszereket azonban általában hajlamosak vagyunk síkba transzponált, egymás mellettiségekből szervezett kompozícióként értelmezni, holott a színek mélységei, a foltrendszerek között kialakított illúzionisztikus térviszonyok szédító közegekben végtelen dimenziókban kalauzolhatnak. Képeket szemlélve elsősorban érzéseinkre, megérzéseinkre kell hagyatkoznunk, és befogadói fantáziánkkal könnyen a festői fantázia szárnyalása nyomában eredhetünk. Nyugalom és nyugtalanság, biztosság és bizonytalanság, állandóság és változás ellentéteinek vonzó és taszító erőinek hatását érezhetjük át. Haraszty Zsófia civil foglalkozása mellett elsősorban a maga örömére festi az ösztönös tehetség által indukált képeit, és ha alkalom adódik, a közönség elé áll műveivel. A hazai pályán, itt Kispesten megrendezett kiállítása alkalmával azt kívánjuk, hogy őrizze meg ezt a művész állőröktől független, az önkifejezés őszinteségére alapozott alkotói szemléletét, és mindentől és mindenkitől függetlenül önálló programja szerint szabadon fesse tovább képeit.